Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Galactic Civilization 3, az Intrika kiegészítővel, meg mindegyik mással. A legnagyobb gazdagságunk az nálunk van, ez jó hír, bár persze az iparunk az némileg szegényes. Iparunk. Ó, valahova tart egy kolónia hajó. Vajon... Úgy vélem ide tart. De... Nagyon fontos, hogy előbb érünk oda. Így el tudtuk sumákolni ezt a bolygót. Precursor bioreplikátor. Jelentsen az bármit is. Az óceán alapzat az mesterséges. A ősök által itt hagyva. Ami nagy mennyiségű kaját termel bárkinek is. Nos, a benevolent megoldás, a kedves megoldás jobb lenne, de eddig mindenütt pragmatikusak voltunk, úgyhogy azt választjuk. Legyünk egységesek és egy irányba haladóak, nem pedig mindig azt szerint válogassunk, hogy mi a célszerű. Az még pragmatikus megoldás lenne. No. Több mindent is lehet. Gazdasági támogatás. Egy ilyet létrehozunk, aztán majd meglátjuk, hogy utána mit. Túl sok kolónia. Nos igen, ez egy érdekes koncepció, hogy túl sok kolónia. De se baj. Leginkább a legjobb kolóniákat azért összelapátoltuk. Hogy kéne? Prometheus, Elirium. Ott lehetne Durantiumot bányászni.
Ha minden igaz, itt létrehozva, akkor el tudom érni a tóliumot, a durantiumot, meg a elériumot is. És az egy jó készletnek tűnik. Persze lehetne itt ezt az Ascension kristályt beszedni. De mondjuk ott más gazdasági haszna nem volna. Talán a durantiummal együtt. Ennyi ez? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hát ezt lehet hozni, hogy ez meglegyen. De azt nem, hogy az egyéb bónuszok összejöjjenek. De én ezt a hármast egy jó ötletnek tartom most itt. Na, elértük a kolónia limitet. Átmehetnénk Commonwealth-be. Kutatás. Új technikák. Nagyobb hajók, az hasznos lesz hosszú távon. Gyakorlatilag. Hát az a durantium az esélytelen. Cannot build in Nebula. Köszönjük. Tehát akkor választanunk kell egyik vagy másik közül. Mert itt az nincs meg. Egyel arrébb tudnék tenni, de az még mindig nem elég. Hát ez esetben akkor muszáj itt létrehoznom. Vagy kihagyjuk az elériumot. És akkor ezt a hármast hozom be. Az lesz. Idle Colony. Galaktika 2. Nincs elég kajánk.
Hát nem kötelezően itt kell létrehozni a bioreplikátort. 5 kaja plusz 5 bevétel, mondjuk az nagyon is hasznos. Nem itt. Galaktika 2. Legyen itt. Hoz rengeteg kaját, és akkor majd ide tudok rakni egy extra lakosságot. Ha jól értem. Idle Shipyard. Előbb-utóbb csak lesznek útvonalaink. Egy-két. Távolságból vesztünk némit, de most a semmihez képest vagy szerötöt be tudunk hozni. Két OH, egy dest, meg egy OH-est is itt megszívtunk. Itt van egy valamelyik, az egyik szomszédunk ott van. Úgyhogy ha... Hol a kereskedő? Egységünk? Volt egy kereskedő hajónk. Explorer. Gazdaság. Valójában ezzel nincs semmi külön, de ezt kiküldjük ilyen felderítetésre. No, hát egy kicsit tovább szüttyögünk. Galaktikus szenátus összeült. No, a többség az lojalista, mások. Altar 3-on problémák vannak. Sok különbség nincsen a végeredményben. Pragmatikus pontokat gyűjtünk. Nem egy nagy program, de azért gyűjtögetjük. Ó, kettővel meg fog majd nőni a űrállomásunk elérési távolsága. Na, azt érdemes előre számolni akkor viszont. Mert akkor...
gyakorlatilag ebből a pozícióból elérjük azt is, meg ezt is. Nyilvánvalóan bányászati céljaikkal készült ez a létesítmény. 0-1 mining. Hogy tudok hozzáadni? Nem. No, a másodikat viszont ebben az esetben itt beküldhetjük egy alkalmas pozícióba. Azt hiszem. Teherhajón viszont határozottan úgy érzem, hogy valahol elveszett. Van egy olyan pont, hogy hajók. Nem. Próbáljunk abba az irányba haladni, hiszen csak idegen bolygókkal tudunk majd kereskedni. Hát ez van. És annyira nem meglepő. Trade offer. Mi van, ha nem adunk egy ilyen ostobaságot? Egyelőre egyszerűen nem kívánok kereskedni, majd meglátjuk, hogy abból hogy jöjjünk ki, vagy nem. Remek! Paf.
Első bányák. Nem, ezt továbbra sem bírom kezelni normálisan. Hú, hú. No, se baj. A kalózokat pedig továbbra sem tartom jó ötletnek semmilyen játékba leginkább. Főleg abban a formában, hogy itt a legtöbb ilyen játékban ezt elköveti. Az maradjon az altár. Vagy altár. Mindegy, neked mi a home systemed? Mert lehet, hogy egyébként ennyi a gond, hogy azzal problémával nem bír. Egy durantium, mondjuk egy fenntartási költséget is adna. Na, hát akkor nem tudunk egy időn belül hozzájutni. Úgyhogy akkor indulj oda. Nyquistok már rámentek erre. De ha jól dolgozunk, akkor ezt a kettőt össze tudjuk szedni. És ez egy hasznos csomag lenne. Kutatás nem halad. Fegyverek. Nagyobb hatótáv, az szimpatikus. Új emberünk van. Csak úgy növeli 3%-kal a gazdaságunkat. Később lehet, hogy ez egy hasznos funkció. De most úgy vélem, egy adminisztrátor az, ami hasznos. Itt semmiben nem tudom, magamat pedig egyáltalán nem. Incoming message. Megtaláltuk a galaktikus bazárt, legyen az bármi is. Ó! Oh. Gyakorlatilag a saját ellenfelünk, ha jól értem. 600 pénzért lehet venni legolcsóbb hajókat, de úgy látom, korlátlan pénzért lehet még nagyobb hajókat.
legtöbbet meg se tudnám venni, na nem mintha megfizetni bármelyiket meg tudnám. 24 durantium. No, egy kereskedelmi utat létrehoztunk ezen mikrobolygóval kapcsolatban. Mennyit hoz? 2 bevételt, nem a legnagyobb, mit ne mondjak. Wow, 5 útvonalunk is lehetne, úgyhogy hát hajrá! Ott a bazár. Felleltük. Idle Colony. Altar 3. Központi bankot létrehozta. Miért ne? Nem vagyok meggyőződve arról, hogy itt a legjobb ezt létrehozni. De amennyire kevés lehetőségünk van. Mivel van elég belé Prometheum bevételünk, így miért ne? Újabb fajjal találkoztunk. Ó, és azok viszonylag méretesek hozzánk képest. Ők vannak itt, nem? Vagy nem is tudom. No, hát meg mindig mínuszos a gazdaságunk. Úgy látom, nagyon ki vannak akadva arra, hogy több mint 4 kolónián van. Ami így meglepő, hogy ez önmagában problémát okozzon. De hát ez van. Kereskedelmi ajánlat. 2 tóliumért ajánlanak egy illíriumot, meg egy technológiát.
Elfogadjuk. Technológiát kapni egy látszólag semmiért, az jónak tűnik, jó ajánlat. Ahova bele tudok szállni. Paxton Emporium, gazdasági program, meg turizmus, meg mi egyéb. Sokat vesztünk. Ez továbbra is maradjon az Altair. Lehetne az adózást változtatni, nyilván. De egyelőre nem látok rá okot. Az 5,5 pénz az nem tétező azért. Attól nem fogok problémába futni, viszont egy... egy hadihajót. Egyes bímek, ha nem tényező. Nem lesz sokkal nagyobb esse. Néhány ilyen defendert ki kell húzni. Mert itt volt egy kalóz, ami itt garázdálkodott, és ez nem oké. Te pedig haladj arra felé, ez nagyon soká lesz, amire te olyan sok pénzt. És én miért akarnék ennyit adni neked? Az előző ajánlat egy technika volt szinte semmiért. Azt örömmel fogadtuk. Ez az ajánlat egy igen nagy összeg. Egy cserébe szinte semmit nem kapok. Igen, ezzel ez a gond, hogy most itt egy ilyen pozícióba tudok bemenni.
kapunk egy durantiumot, és majd azt valamikor megkapjuk. De a durantium az szintén egy hasznos. Trade secrets. Trade income minusz 5 az a lake research. Miért ne? Egy kis akció belefér. Kaptunk egy újabb trade offert. Na, Xenót, meg az extrém kolonizációt. Kapunk majdnem semmit, tehát egy 5-ösért kér egy 5-ös meg egy 9-est. Ez mindig egészen érdekes kombináció. Tóliumért hajlandó lenne elfogadni egy... majd egyszer még ebbe beleszállunk a különféle nyersanyagokat a technológiákért. De nem most. Első durantium bánya. Ó, ellopta én durantiumomat. Annak nem örülünk. Bár felteszem, előbb-utóbb ki fogom rugdalni őt a... távolságunkkal. Nagyon-nagyon remélem. Durantium, tólium, ezt ha jól csináljuk, akkor mind a kettő benne van, ugye? Már nem. Vagy az Illyriumra ússzunk rá? Érdekes kérdés. Nem, inkább... a durantium meg az approval relic, az hasznos. Köl. Researchért, meg durantiumért. Ó, ugye ehhez különféle cuccok kellenek. Na. De mondjuk nagyobb bányászat az nagyobb bányászat. Hetes mínuszunk van. Majd meglátjuk. Kutatásunk befejezte magát. Diplomácia, influence vagy adminisztráció. Influence growth, az a leghasznosabb. Van az mindig jó. Abból nem lehet rosszul kijönni.
Idle Colony. Az ad két population capet. Farmokat meg kell építeni. Aztán a gyár az... Az már meglátjuk, hogy itt mi lesz. Minusz 7, ez az már nem túl jó hír, de itt vágunk.